Köszöntöm kedves nézőinket, kulturális magazinunkat látják. E heti adásunkban a Pomázi Ifjúsági Fúvós Zenekar koncertjébe hallgathatunk bele. Jó szórakozást kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertjén. A kolléganőm nem tudott itt lenni, engemért az a megtiszteltetés, hogy konferálhatok is, nem csak vezényelhetek, remélem ebből nem lesz semmi probléma. Mint hallhatták, 30 évhez közeledünk, tehát jövő februárban ünnepli a zenekar a 30 éves évfordulóját, és olyan műsort állítottunk össze, nagyon sok koncertünk volt, nagyon sok tematikus koncert, nagyon sok fesztivál, hogy mindenben egy picit tudjunk játszani.
Azt hozzátenni, hogy bárhol voltunk, nagyon sok szép helyen játszottunk, Pantheonban, Rómában, Helsinki nemzetközi fesztiválon, de mindig Pomázon szeretnünk a legjobban játszani, ezt hozzá szeretném tenni. A következő száma a 2015-ös pop koncertünkből lesz, egy Michael Jackson válogatás. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Thank you.
Most egy filmzenei válogatás fog következni, csak elnézek, nagy rosszat konferáljak föl, és a srácokat meglepjen vele. A Marvel Univerzum koncertünkből ez 2000-ben volt, kétszer is eladtuk. Ennek az a történet, hogy a fiaim elvittek moziba, és annyira megtetszett a Bosszú állok végjáték film, hogy mondtam, ezt nekünk játszani kell. De azt mondták, hogy apa, ez már a 22. film, és akkor úgy jártam, hogy végig kellett néznem 22 filmet, meg végig kellett hallgatnom, de annyira jó szerzők, Ellen Silvestritől kezdve, Mike Giacchino, híres zeneszerzők írták, hogy nagyon-nagyon megtetszett, és ebből egy egész estés koncert keletkezett. Ezt jövő áprilisban az együttes 30 éves koncertjén kibővített verzióval elő fogjuk adni. Várjuk majd sok szeretettel önöket a jubileum koncerten. Most egy kicsit ilyen térzenés, a legkönnyebb zenék a Galaxis őrzőiből egy válogatást fognak hallani. Thank you.
Most egy igazi klasszikust fogunk játszani. Elnézést, hogy egy irányba beszélek, nem tudok térbe, és nagyon zavar. Frank Sinatrától fogjuk a My Way-t előadni. Frank Sinatrának rengeteg slágere volt. Strangers in the Night, vagy a New York, ezek minden slágerek. Sokan nem tudják, hogy ő kitűnő színész is volt, tehát színészként is nagyot alkotott, de még nagyobbat alkotott a mondásaival. Nekem a legjobban azt tetszik, ezt magamnak is belevéstem az emlékezetembe, hogy lehet, hogy az alkohol az ember legnagyobb ellenséged, a Bibliában az van leírva, hogy szeresd az ellenségedet, és ezt te komolyan is vette, és 80-es koráig minden nap 1 liter viszkit ivott meg, lehet, hogy ennek köszönhet a csodálatos hangját. Mi ezen nem élünk, de a zenét megpróbáljuk visszaadni. Egyébként ez egy Pólanka szerzemény, csak ő vitte világsikerre, tehát a My Way következik, fúvózzenekari átdolgozásban, a színpadon a Pomázi Ifjúsági Fúvózzenekar. Thank you.
Következő műsorról megint egy nagyon vidám válogatás fog következni. A Galaxis őrzői, a Marvel Univerzumból a kettes részből egy válogatás. De előtte hadd hívja meg a kedves közönséget a következő programjainkra. November 15-én telekívül Vattai Művészeti Napok, és fellép a zenekar Brasser szekciója. Ez egy 15 fős, nagyon jó kis együttes, rézegyüttes, könnyű zenét játszik. Ez fogja nyitni az egész hetet, tehát érdemes eljönni. Ez egy hétfői nap, ez 6 órakor. Novemberben. Tervezünk egy jótékonysági koncertet a református templomban. Az egyeztetés alatt van, lehet, hogy tavasz lesz belőle, de egy barokk, egy komoly zenei koncertet a református templomban. Decemberben Walt Disney válogatás Elemenken legnagyobb sikerű zenéiből, Herkules, Tarzan, Kishablány, tehát csupa könnyű zene lesz decemberben. Jubileumi hangverseny, 30 éves jövő áprilisban. Itt főleg Marvel, de rengeteg meglepetés lesz. És még fellépünk rengeteg helyen, gyereknapon, Piliszen keresztül is fel fogunk lépni. Oda is várjuk Önöket sok szeretettel. Tehát most következik megint egy Marvel válogatás. Hallgassák sok szeretettel!
a Pomáz ifjúsági fúvózenekar, akkor Star Wars. Tehát itt a Pomázi Zeniskolában van egy terem, most a világon már úgy hívjuk a Star Wars terem, mert rengeteg Star Wars relikvia van ott, és igazából a tiszteletbeli tagjai vagyunk az 501-es légiónak, a hivatalos jelmezes társaságnak is, mert sokszor koncerteztük velük. 2010-ben Pomázon volt az ősbemutatója a fúvózenekari változatnak, a Star Wars-nak, egy egész estés válogatás. Utána ezt sokszor előadtuk a Monkultúrás Köszönodban. Elfelejtettem, hogy nagyon millenáris teátrumban, nagyon rég volt már, öregszem én is, elnézést. És még szerintem sokszor elő fogjuk adni, ebből megjelent DVD-nk, CD-nk, sok minden, de most ugye Marvel-re váltottunk, mert a fiatalok már nem tudnak, mi ez a Star Wars, azért úgy gondoltunk, hogy hozunk egy Star Wars zenét is, de azt a változatot, amire táncoltak a 70-es években, a McCoy-féle funky, tehát ez egy ilyen könnyű zenésített verzió lesz, így úgy gondoltuk, hogy jobban idénik el a koncertre. Tehát következik egy kis Star Wars zene. Oh,
Hát a magyar pop és rock zenében is vannak halhatatlanok, és most egy kicsit a régi Tabán hangulatát fogjuk megidézni a következő számmal. Hát én imádom a következő blokkot, de hadd adjam át a szót két mondatra annak a zenekari tagnak, aki ott ült az első próbán 30 éve, Andrész Balázsnak hívják, nagyon büszkék vagyunk rá. És őt kérlek, mondjuk neki. Röviden szeretnék szólni. A következő számot az én drága feleségemnek szeretném ajánlani és küldeni, mivel ma ünnepli a 30. születésnapját, és nagyon boldog születésnapot kívánok. Ilyen! Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattak minket. Most már hallom az én a saját hangom, de jó. Megjött. Köszönjük Gábornak az erősítő, szuper volt. Nagyon tetszett. Utolsó műsorszámunk következik, és a Rock Symphonyból, azt sokszor előadtuk, következik egy Queen nóta. I Want It All, szerintem mindenki ismer, és most ezzel fogunk elbúcsúzni. Köszönjük szépen még egyszer, nagyon sokan eljöttek, meghallgattak minket, és várjuk önöket a következő koncertjeinket is. Hallgassák szépen ezeket. Thank you.
Köszönjük kedves nézőink figyelmét, kulturális magazinunkat látták. Viszontlátásra!